Na mi a helyzet, srácok? Rakjuk össze kicsit végül is a csatornát, hogy miről is lesz szó. Írtatok kommentbe az előző videóm alá, hogy mi lehetne, mi nem lehetne, dolgozok rajtuk. Vagyis hát, már kész. Szóval a héten két videó fog kimenni, vagyis minden héten két videó fog kimenni. A szerdai, a mostani videót, amit most is néztek, azt meghagyom csak erőemelős témának, bármi van, minden szerdán erőemelésről lesz szó. Bővebben az én edzésemről, hogy éppen hol tartok, mi a terv, verseny, készülünk versenyre, egyébként készülünk versenyre, április. Messze van, de még sincs annyira messze. Szóval úgy gondolom, hogy ebben a videóban kicsit inkább a vibe, az egész edzésnek a vibe-ja, az erőemelés, ha van testépítés, akkor az jöjjön át, ha esetleg edzésről vagytok, ráhangolódtok, bármi, amilyen módon inspirál titeket, remélhetőleg fog. Na, miközben vágom a videót, elfelejtettem elmondani, hogy mi lesz a második, a vasárnap videóknak a témája. Ott próbálok hozni valamilyen konkrétabb témát, amit körbejárunk, elmondom én a tapasztalataimat, és ugyanúgy abból is, aki tud, az inspirálódhat. Ennyi. Na vissza. Az előző hetemnek a második felét fogjátok látni, ahol is van egy highbar googolásom, ugye erőemelőként legtöbben lowbar googolok, most highbart googolok másodlagos googolásként, kíván azért van, hogy kicsit hozzá jobban a combjaimat, és kezd beírni a regeneráció, rohadt jól érzem magam, tényleg, és kurva jót edzettem, de annyira nagy különbségek vannak hétről hétre, nézzük meg. Beszereztem ilyen borsos szószt a húshoz, szóval remélhetőleg jobban fog csúszni. Rohadt jó illata van! Éppen a második kajám készül edzés közben, még elég sok vizet meg kell innom, aztán megyek a terembe, simatom a harmadik edzést. Nagyon, nagyon nagy pozitívum előző héthez képest, hogy végre nincs izomlázam, múlt héten az első nap után még volt izomlázam, és ezen a héten eltelt az első nap kedden, volt egy nap pihenőm, hát, vagyis pihenő, karoztam egy kurva jót, és mára már végre nincs izomlázam, ami csak azt jelenti, hogy beindult végre a regeneráció, haladunk, és sokkal jobbat remélek a mai naptól, a múlt heti második naphoz képest, amikor googoltam, szóval majd összehasonlítjuk, és meglátjuk, hogy végül is működik-e az, hogy tényleg elegendő mennyiségű tápanyagot viszek be, és minden klappol, alvás, kevés stressz, kaja. Hey, hit records on my demo. Did y'all boys not get the memo? I do not stay at the Intercontinental. And anything I got is not a rental. I own that motherfucker. Figured out this shit is simple. My stock been going up like a crescendo. A bunch of handshakes from the fakes. But nigga, I do not wanna be friends though. I tell y'all motherfuckers, man, this shit is not a love song. This a fucking stripper on a mink rug song. This a fucking boys forever. És mondjuk fel 150-re, és kurva kíváncsi vagyok, hogy hogy fog mozogni. Megmutatom, hogy milyen volt előző héten, hogy legyen viszonyítási alapotok. I was a down bad. Pick up the pad, pick up the slack. Pick up the litter, don't litter no bag. My seat been picking up racks. Rap something clear to act you too. And I'm back in the booth, got them hacking the shackers. They lacking the juice, niggas dropping the ball. They on shacking the fool. Activist drew down the side of your face, we ain't jack. Nem volt nehéz a 145. De sokkal jobb lesz ez a 150. What's the move? Can I tell the truth? If I was doing this for you, then I have nothing left to prove. Nah, this for me though. I'm just trying to stay alive and take care of my people. And they don't have no award for that. Trophies. Trophies. And they don't have no award for that. Shit don't come with trophies. Ain't no envelopes to open. I just do it cause I'm supposed to. Bitch, I go to dreams with a suitcase. I got my whole country on a new way. She like, I heard all your niggas stay where you stay. House so big, I haven't seen them boys in 2 days. Bitch, I use a walkie-talkie just to get a beverage. I saw my parents split up right after the wedding. That told my ass to stay committed, fuck the credit. Bitch, check the numbers.
numbers, I'm the one who really get it. I told y'all motherfuckers, man, this shit is not a love song. This a doing me and only God can judge song. I do not know what the fuck you thought it was song. Pop some fucking champagne in a tub song, nigga, just because song. Hey, what's the move? Can I tell the truth? If I was doing this for you, then I have nothing left to prove. Nah, this for me though. I'm just trying to stay alive and take care of my people. And they don't have no award for that. Trophies, trophies. And they don't have no award for that. Shit don't come with trophies, ain't no envelopes to open. I just do it cause I'm supposed to, nigga. Doom shot, motherfucker. Stealing, popping, drifting for life like a ghost. Red stepping, hunting, can slowly lose my mind. Losing my grip, every day set a door. Wake me up before I forget that who I'm really wet tonight. I'm driving down with an empty road, chasing the night tonight. Trying out, I'm on my problems, but there's still it in my sight. I'm counting back in my past, but it's time to let it go. Very dear, so I can finally grow. Szóval lement ez a hét és rohadt jól haladunk. Nagyon kiszámíthatóak az edzések, ami egy tök jó dolog. Rohadtul erősnek érzem magam, rohadtul kipihentnek érzem magam. Úgy érzem, hogy amit tudok kontrollálni, szóval tényleg, ha leírod a dolgokat, hogy mit nem tudsz kontrollálni és mit tudsz kontrollálni, amiket tudnál kontrollálni, azokon végigmész, hogy mi nincs meg, mi van meg. Nekem rengeteg minden nem volt meg. Ezeken dolgoztam, és rohadtul megvan az eredménye. Erről a következő szerda videóban szerintem kicsit konkrétabban beszélni fogok. Gondolok itt tevésre, alvásra, bármi egyéb ilyesmire. Kicsit konkrétan számukban nézzük meg, hogy mennyit teszek, mennyit alszok. A cél, a jelenlegi cél most off-season van, úgymond a következő verseny áprilisban lesz, ami még 7 hónap, és Dublinban lesz, rohadtul várom Írországba. Hú! No sleep till! Na, srácok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ahogy tették páran, kommentbe írtak az előző videó alá, hogy mit szeretnének látni. Remélem sikerült hozni. Aki nem írt és szeretne, hogy valami legyen, az írjon. És tényleg iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videót, és see you in the next one!